Ilyenkor jó a töltött káposzta. Na tényleg, milyen volt a töltött káposzta, egyetlen, amit csináltam? Finom volt? Sima állatú töltött káposzta. Ja. Darátúsból kész? Kolbászus? Kolbászusból kivetted úgy? Nem. Külön ledarálták az agadót. Ja. Itt is a bennünk kolbászus. Nem baj. Jó anyaga. Ja. 30 kiló kolbászusunk lett. Elég volt. Meg az a 10 kiló minimum. Meg még az a 10 kiló. Ja. Az a szalámi. Jó lesz. Nem vállalattam volna, ennyi se lenne. Igen, azt tudni. Szegényed nekem is jó. Megszedje? Mm. Hú, az ilyen, hogy gyerekek. Máskor nem lesz, hogy soha ilyen. Hova? De milyen jó? Nem mondtam neked. Öcsi? Neves még? Pecsenye? Semmi? Jó sok bort nem tetté van. Hű! Most kell bele, apa? Nem kell most bele, majd teszek ki. Én fúj a fél. Ja, baszta kurva anyjátok. Nem baj, legalább. Ha jobban fog menni a munka. Hú, baszta. Csak óvodik, hogy a kajakorma. Jobban fog menni a munka, szerintem be fogtok itt hunnyadni. Mi? Hát... Nem mi, ti! Megvesik az ágyat, azt majd holnap folytassuk. Mondta a Jani is, azt mondja, nem? Majd estére jövök, csupikkel, mondom, ha nem alszol itt. Igaz? Benne van. Elfogadjuk, hogy itt volt. Tessék. Ja. Majd tesze bele a levet, jó? Kösz. Még rátöltök egy kis pecsenyét, azt akkor utána bemegyek lesz. Nem esítenek. Lejössz, 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 lejössz. Egy mellé, rögtön. Öcsi, én azt hiszem melletted alszom. Még nem a meleg fronton. Hát nem, a Jani Attila alaszik, azt mondta. Vagy a Attila alaszik Jani mellett, mert nem is tudom, hogy van. Még tudom mindenki. Attól függ, mennyire itt ad betölteni a kolbásznak. Minden attól függ, hogy milyen állapotban lesz. Most még jó. Egyéb még sok bőr. Hallod, én még vettem plusz majorannát is. Jó. Hát, hogy mi is többet vettünk, mint amennyit számoltunk, és mégis... Ha jó, csak nem szenvedte, azt mondtad, hogy kevés hurka, nem számoltunk, hogy ennyi kolbász lesz. Nem baj. Mindegy, nem baj. Inkább legyen több, mint egyet kevesebb. Kért lát. Egyedül kiválthatta az öcsi az engedélyt, besegöntem. Nem mondták a fogási napot, nem adtad meg? Nem fogtunk semmit. Ja? Nem volt beírva semmit? Csak én beigszerigettem a dátumokat, mikor voltunk pacázni. Amúgy... Nem muszáj beírni, hogy fogtál halat. Uh-huh. Ja, nincs semmi. Nem muszáj. Minden muszáj. De... Ha nem tartod meg, hogyha egyből visszaengeded, akkor nem akkor kell beírni. Így van. Ja, értem. Hozzak még húst, tegyek oda ki húst. Állítólag akkor kell beírni, hogyha már szákhozva benne van. Nem a merítőhálóba, a szák. Igen. Akkor kell beírni. Így van. Meg de akkor az egy fizet? Nem? Nem minden esetben, de állítólag úgy szokták, hogy akkor fognak, tudod, és akkor amelyik megtetszik, azt fizet haza készen. De ha már betetted a szákba, akkor muszáj, hogy beírni. Igen. De és akkor, hogyha mondjuk kékszelet, tudod azt, akkor az úgy jelenti azt, hogy visszaengedted? Mm-hmm. Nem. Az nem jelenti azt, hogy visszaengedted, de... Nem tudom, hát az most... Most figyelj, most megfogod a halat, most fogta egy kicsivel nagyobbat, lehet, hogy jobban tetszik, mint a kicsi, és a kicsit meg visszaengedted. Nem tudom. Miért tanulni? Nem, hát hogyha pont méret tudod, de attól nagyobbat fogsz, ami jobban tetszik, azt hazaviszed. Gondolva fogsz kell, ahhoz meg akkor is be kell írni. Én nem horgáztam, sosem úgy. Jani, kell is megy horgászni, ott főz. Így van? Te
Igen, fogom. Jó, mi ezt üzletek. Igen, nekem abból a papír törölött értelemben, amit a szalvétán? Hogy? Meg kérlek, köszönöm. Persze. Ezt megkorlátoztam a hasakat. Na, és akkor most lehet visszahozni a pecsenyét majd. Hát először elküldött ott. Leves. Köszönöm szépen. Aztán meg kajakóma. Aztán meg kajakóma. Kifutózom. Most már lehet csatolálni a húsit. Én csak nézem. Paprika. Én is így szeretem. Erős? Én nem szeretem az erőset, csak azt mondták erős. Kicsi borsot, az nekem olyan borsot. Az hiányzik. Adom. Ott a műanyag van. Itt van. Nagyon jó. Jó? Hú, a fokhagy meg nagyon jól kérdik. Na. Szeretek a Janinak főzni, mert ő mindig dicséri a kaját. Kösz. Okay. Nagyon finom. Omlik a szárba szét. Nagyon finom. Velő. Megsütöttük Rolinak a velőt. Hallod, akinek három foga van, annak ilyen kaja kell. Ja, jó, puha? Igen, jó. Jó is a velő, finom. Ezeket a arcokat szeretem látni. Kész. Jó vannak lakva. Közelebbit. Közelebbit, és akkor így csinálnék a Janinak. Mindenki jól lakott? Minden jó volt? Jó pár, jó kaja. Akkor mehetünk aludni. Most már csak az alvás. Nem ráér holnap betölteni, nem? Ennek kül is állnia kell, össze kell érnie, nem? Húrka, meg hallod, elhúrják a legyek éjjel. Az az. Alatt adjunk rá, ne üljön ki. Kossod meg, milyen finom. Én csináltam. Én fűszereztem. Véletlen. Ez ilyen, gyerek. Őszinte leszek veletek. Na, el is várjuk. Most tényleg kéne feküdni. Menjetek majd. Bekapcsolom a darálót, azt nyomom le. Tartod a frontot? Hogy? Ledőlnék egy órácskára. Jó. Jó, rendben. Egy órát úgyis el lesz az oda. Ledarálom én azt. Egy órát azt elmajolok vele. Főleg, hogyha ilyen ja, rendes vagyok, akkor nem is ilyet nem kapkod. De mondjuk Niki kérmet megölelgetném, ha főznél egy jó kávét, már ma még nem ittam. Majd én egyszer. Én is benne vagyok. Hú, egy jó kávét majd utána. Rendben. Cukor nélkül? Én csak cukor nélkül. Kávé esetleg. Cukor nélkül? Cukorra? Meg akarsz engem. Jó, sok cukorra. Kávé, cukor nélkül? Simán. Én is úgy iszom, sima tejjel. Én csak, simán. Feketén. Így van. Mondjuk én feketén nem mint tudom. A babám. Mint a babád. Ugye az ő babája, de... Én már vagyok minden. Kész. Elég volt. Végén. Nagyon jól beálltam a fogyok kurának, hogy badnál. Nem, nem. 10 kilót szedtél? Dehogy is. Nehezen kapok a felügyet. Bucika, a strandon voltál? Már rajtad maradt a tucong. Ott voltam. Az utcaokból. Janikám, neked meg a telefonod hullik a zsebedre. Hát, patyogjon. Mert az én tányiramat ne vidd el. Gilisztás. Tartalékhoz. Jó helyen mondjuk az asztal sarkán. Egy kis sonkát is mondt. Nagyon finom a sonka. Megyünk a Böllér Fesztiválra, benevezünk rá. Na Isten áldásával, egészségünk el. Egészségedre. Egészségedre. Hát. Csend, béke, nyugalom, honol. Most mit nem adnák értem, már bele ne töltve minden feledetőni? Jó van, nem baj, milyen vagyunk itt.
Na, megyek, rakom fel a második adag pecsenyét, jó? Először kávét csinálj meg. Egy kávét, és utána... Minden marad, minden, figyelj, mindent így hagyhat. Hát, amíg eszünk egy adagot... Ja, azt gondoltam, hogy te vigyázol rá. Itt leülünk, ilyenünk, mint kávé nem lesz. Egy kávét hozol, és utána nekiállunk, ledaláljuk a húsit. Megyek, mert tényleg... Most nem megy a munkát. Jó van, megyek. Egy kávét hozzél nekünk. De ha nincs kávé, hozok egyet gyorsan. Nem kell! Van, van! Janikám, van. Van itt humusz. Ugye? Mondtam én neked. Elég még magasságban is voltál. Köszönjük. Hallod? Erébb húzok az egészet. Erébb ezt, ugye? Azt, igen, ezt meg ide. Várj egy kicsit. Hát ezt is tudjuk erébb hozni, Roli. De akkor is arra kell vinni, hogy itt elférjünk. Hát ha ők tudják azt úgy csinálni. Ja. Akkor megsporolunk vele, és akkor... Így van. De lehet, hogy a Ricsi akarja velem csinálni. Nem? Mondtagottam neki lesz. Ne, Roli, köszönöm. Én jöltem. Rendben, akkor megcsinálod szépen. Én megcsinálom ezt. Tudom, hogy hogy működik. De két hétjét tudom, akkor talán volna. Másik is ott van, igen, igen, igen. Mind a két hétjét tudom, ezt tudom. Oké. Csináljátok, gyerekek, nincs fel vagyok. Az ujjadra odafigyeljél. Nem nyúlok bele, nem vagyok valami. Illetve az vagyok, nem nyúlok bele. Tényleg, nekem ilyen tömködő van, nincs hozzá, hogy kíváncsi. Mit tudom? Tömködő van. Nincs. Rendben volt hozzá? Rakom ide a föl? 20 éve volt. Kicsit. Jó. Na, neki kapcsolatban rád jó? Fog már jó, nem, Jani? Nekem, fogd nekem az is jó lenne ez a patkanát, fogd meg, melyik, ez a fele? Jó, akkor. Rogi, hogy kössük? Vágunk a madzakból le, és akkor úgy. Nem tudom, még a betűnök fele? Szalámi. Ez csak szalámi, valósan? Rágy itt el szerintem, hogy legyen nálunk ott már. Nagyon jó. Életre vágod? Hát ott már. Nekem még egy kicsi sót elvírt volna, de nem egyformán szájjuk. De nem egyformán szájjuk. Nekem még elvírt volna, de nem egyformán. Anya! Én nem kóstolok ilyenkor. Ez a tire szortotok. Amúgy illesítésre imádok. Meg én a sót keresem belőle, de ti tudjátok. Oké,
Majd anyikám? Mennyit van a bulit? Ugyan. Gyűlődnék, miért nem egy gyűlődnék észélek? Mert valahogy egy csomag. És miért nem ilyen mértően a fia? Halló? De nincs, érdekes, hogy csak valami. Meghűjtök. Vastagra vágott szalonnát. De viszont még egy kis bor. Mert nekem nem is valami. De. Nem jó az? Ilyeneket csak kitáltad, nem? Nem, vastagabb. Még vastagabb miért? Nem, hát ezt ennél főrúgatott szerintem ez elzélődik, nem? Hát akkor miért tudtad? Nincs másik vastagabb? Vagy meg nem szól. Ott a bármat zöldbat meg, ő se van. Olyan rajz jó? Az jó. Max megkössük ezzel, ezért száját, és utána még rákötjük egy vizet. Nem, hogy bármacagot, amíg a fő tudja akasztani. Az a kék, az simán jó. Ha majd ugyanilyenben csak vastag. Megnézem? Nézzük akkor. Mert lehet, hogy akkor, akkor egybe külfülöd, majd akasztani külön. Amúgy tényleg mondom szakarálok. Mert ezeket már nem viszi el. Ezeket el kell látni. Jó, van rá. Én nekem ebben a munkával nincs vagyok meg, gondol. Én az meg ilyen kettőkor is meg tudom ezt csinálni, én szeretem ezt. Nekem ez egy életérzés. Egy. Régen is ebből éltünk, az meg. Ja. Dehogy nem. Na most dolgozni kell kicsit. Majd utána jöhet a vidámság.
Jó, engedjük is. Aha. Ez végig meg is jól összeszkál. Hát tudod állandod. Ja. Ne? Mennyire legyen az én kezdet? De mi? Ó, szétment a bér. Hihaz! Nem ki vissza, ezt képzel. Egy a hozzámás. Semmi probléma. Gumiszakadat. Mi? Roli is így született meg a lücsíkot. Mi az? Azt mondja, a Roli is így született meg a lücsíkot. A két gyerek is minden szépvett el a dacskót. Így fogadták meg. Nem bajod. Honnan tudod, hogy ott voltál? Ott voltál, miért nem volt? Ki volt a másik végét? Fasza! Jó. Bocsánat. Nem voltam annyira. Ennek kinek van valami virágkodó pitot. Jaj. Jó. Van már egy picit. Szerintem ez jó lesz szerintem. Ez mennyi van még lehet? Jó az. Meg kell tekerni. Tekerd meg. Így tudod izélni. Meg kell tekerni? Igen, mert így tudod tömöríteni. Jó mondom? Nem értek hozzá. Ó, te! Bossza kicski. Azaz. Az de Roli, az asszonyt is így ékelted meg, mit ezt a teknőt. Az nem baj. Jó. Ha egy kis luk van rajta, hogy nem baj. A kis luk nem luk, apuka. Jó, tényleg jövőd. Mi van, nem is neked? Hát ez milyen mazán? Mit erősködsz? Vágja bálmazzak, nem az is szép. Ott a bálmazzak, hát közd meg azzal. Mi a másik se jó? Hát az ilyen erős emberre nem lehet itt elizni. Hát azt meg kell kötni még. Ott van a bálmazz, az ágyatot kötni. Most már szerintem kukok. Jó. Majd kötetek utána ezt van. Ilyen meg. Óvatosan kötögessed, Rolikám. Hó! De így állom, vágj engemet. Hallod, az asszonyt is így ékelted meg, mint ezt a teknőt, akkor van baj? Az esetre az épp. Na jó, van, Roli. Hát, miért vagy ilyen, ha mérges, mint hagyom? Nem vagyok én mérges, de hogy nem. De az is nem. Nagyon heves ez a fiú. Már valami mászkál a Jani fejébe, mert már vigyorog magába. Na látom. Mondjad! Nem, gondoltam valami. Szerintem van ide. Jó, most hagyjál valami ízét. Azt, hogy felapasztalak. Micsoda? Majd hagytam, direkt osztottam látni. Ő még egy csütörtön. Rakod az asztalra, hogy felújtam. Ki vagyok, essen már rutinból vagy. Ekkor át megírsz elhúzni. Mert? Jaj, rögtök benne. Hú, meg kell venni a lónak. Stop. Hát megmondom őszintén. Húba. Hallod? Jó! Éneket ne csináljál. Nem lesz ez nagyon hosszú, gyerek. Nem túl erőltetted magad? Nem. Az nagyon jó. Figyelj, már nagyon sok kezeit vér. Nem sok. Fűszer, mi? De miért alig így megkötni? Úgy igen, de maga a szalámi sokkal jobb lesz. Szaftosan. A sokkal jobb, ha így nagyba csinálni. Így született a Roli? Így született. Nem így csinált az apja? Mindannyian így születtünk. Igaz? Csak van, aki tovább fejlődött. Van, aki odaégett, van, aki nem van. Jönkám! Jönikámnak már nagyon
Már rosszak a gondolatai látom. Nem, semmi. Nem merek, mert... Nem, nyugodtan mondjad, Janikám. Ez a 2 millió nézettség. De nyugodtan, ettől csak több lesz már. Föl van... De hogy tiltanak? Föl vannak készítve. Nem, semmi. Mindenki. A dolgozunk, munkában. Janikám, ne fogd vissza magad. Mert én nem így, konferáltalak be. Nem, hát most munka van, majd aztán a vidámság. Hát, most jön. Már jön a vidámság, most munka van. Meg hát már látták a születésnapunkat is minden. Hát ott se voltál, mert nem is voltál rajta a születésnapodon. Nem, mert berugóztam. Ott voltunk a színnapján, a Jani meg sehol. Perugózottak. Mint Makola Vaterlóval. Felkeltette az öcsit és lefeküdt a helyére. Nagyon jó. Öcsik helye fel, egyik szobában átment a másikba, felkeltette a gyereket. Az... Hagyd nekem, hogy magad mellett egy kis helyet. Jobb az állat. Jó. Így milyen szállat meddig fogunk enni? Ha meddig tart? Hónapok? Hú, az nagyon jó így. Hát, hogyha így csinálsz, mint ezzel. Igen. Az a spóroltam. Most már nem fog. Most már azt tudja, hogy itt a következő. Ja. Hát ez nem olyan. Az csak másfél hónapokba teszem. Ajjaj, akkor még 6 hét múlva is itt lesz az a szalámi, a tietek. Hú, Janikám, úgy ízért, hogy nehogy a motor közé essen. Hogy nehogy a motor most beessen. Motorhoz? Ez. Mert ugye kiesett az ég. Ja, már nem. Ma nem. Végeztünk. Jó, hát adaráltam minden. Hogy esik? Ja, hogy oda a motor. Nem, milyen motor? Drága motor volt, vigyázz erre. Mindjárt esik az ég. Lög meg be. Nem baj az. Most már végeztem majd az összekeverésnél egy kicsit. Ja, akkor majd megfogod. Megfogom, én most is akarok. Ez mindjárt kész, átkeverjük azt még egyszer. Igen, várja, van egy teknővel még itt. Jó. Engedd már el, menj már a faszomba innen. Mi az? Semmi. Videózott, hogy szenvedett? De! Na jó, mert ez még ide szart. Ki? Ugye faszom? Üdő is megy? Igen. És mennék. Figyeljetek már, ha izét nem vettem, gyere már egy kicsit, gyere! Ez már megfőtt a csúfos, mert láthatatlan a palackot. Tudom, de azt utána visszarakom, mert akkor már nem kell főtni. Jó. De én rakhatsz olyan palackot is, ami ízét kevés van rajta, kurván járat. Miért fogadom a kezedet? Megnyalja. Bakker, a kolbász hús rajta van, hogy ne nyalnál már meg, menjék be! Menjék be! Jó, azért. Jaj, ez a
Méteres, kéteres. Jani, ritkán fogta olyan cél. Te mit csinálsz? Nincs olyan műszer. Valóban a faszit ez az ez fölnyi. Hát hiszem. Ez fölnyi. Még az inszemivel fogja legyülni. Az biztos. Nem jó. Hát a van. Nem jó. Mögötte kell lennie. Hát csak hogy... Óvatosan. Figyeljem, nehogy lelökjek valamit, mert most akasztam a kolbászt fölfele, vagy szalámit, vagy ki a görcsesz. Na. Lesz szalámi. Meg mindig. Jó, gyerekek. Jó, még nincs megkötve. Hú, te, meddig akarsz ott fönn lógni? Kész van már? Fönn lógni? Hagyd lógjon. A vázolta itt lógjon. Hallod, hagyd ki lógni rendesen. Hagyom, hagyom, hagyom. Nekünk meg végig, mint megsértődik. De tartsad, hát milyen dolog az, hogy elég? Azt mondtad, addig tartod, míg kész nem vagyok. De te húzod az időt, Rolikán! Hát... Te mit csinálsz? Ki adta nekem ezt a tiszteletes olyanat? Mi agyák áll a kezedbe, te? Jaj, te most volt! Milyen szépen csinálod! Még én is tettem is, bazd meg! Pedig azt tettem, nem vagy én, tudatos! Hát ezt a hat rugatot csinálod! Csipi a Rudikat. Nagyon szeretni. Kirúzsomozzom a szádat, bazd meg, hogyha nem viselked. Fehére, nem pirossa. Oda lesz, milyen kemény lett a Rolik, bazd meg, hirtelen. Még a nyelves... az utolsó ki, nyelves kimbót, látod? Hát, mert már az utolsókat húzom, bazd meg. Pedig most azt magasztalan dolgok. De várjál, lesz még. Igen, azt viszont drogkötélekkel... Már megfaszáltok ott, hol van? Hallod, drogkötélekkel kenni, költi nem bánat, mert azt, hogy kötöd majd meg. Én csak urokra lehet, hogy megfogja. Ez úgy hajlik, mint a Rolié. Középen csuklik. Az meg a Jani. Buszom! Buszom! Meg a mérletad! A Rolikám neked ezt betartott egy fél óráig. Elég is volt benne. Jó van, mentem haza. Hallod? Selejtek kellene? Nem? Hát látom, pazaroltál rendesen. És már nem is bízott. Le lesz volna a béredből, délután. Mit? Le lesz volna a izikásiból. Hát figyelj, ez nem így volt megbeszélve. Szerintem töltsük azt ők meg, amíg töltsük azt meg. Kötni. Ilyet jövök most bele? Hát nem, de rakjuk be. De akkor már nem kell sok, most ez hány jó? 2, 4, 6, 7. Még egy 3-at. 3-at?